tisztelt polgármester asszony, nagykövet úr, vezérigazgató urak, képviselő urak. Azt gondolom, hogy mindenképpen nagy nap a mai, hiszen egy olyan intézmény, egy olyan létesítmény jött létre a mai nappal, illetve kezdte meg hivatalosan is a működését, amely példa az egész ország számára. Nem csak azért, mert az önkormányzat és a Samsung cég közötti együttműködés kiváló mintaképe, hanem azért is, mert Magyarország elindult egy olyan úton, amelyen keresztül reményeink szerint egy lényegesen magasabb szintű tudással rendelkező, tudásalapú gazdaság jöhet majd itt a következő évtizedekben. Ebben a folyamatban nagyon fontos az, hogy kitekintsünk a határaikon kívülre is, és például lássuk azt, hogy ahogy polgármester asszony is említette, Dél-Korea, mint ország ezen az úton nem csak úttörő, hanem vezető állam is. Nem tudom, mennyien tudják önök között azt, hogy például Dél-Koreában a legjobb a hálózati ellátottság a világon évek óta, jelen pillanatban is, mert a szárnyal a bitpesszerűen és adatátviteli kapcsolat szinte hétköznapos mindennapi az ott élő állampolgárok számára. Ez az előny, amivel Dél-Korea rendelkezik, olyan lehetőségeket, olyan kapukat nyitott meg az ország és a vállalatai számára, amire azt gondolom nem csak ők, hanem mi is büszkék lehetünk. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon jött létre az a hatalmas vállalatcsoport, aminek az egyik zászlós hajója itt Jászfényszeron található, de számos további cég működik Magyarország többi nagyvárosában is. Erre mindenképpen büszkék vagyunk, hogy a Samsung Magyarországot választotta. Nagyon reméljük, hogy ez az együttműködés az elmúlt több mint két évtizedben kialakult, hasonlóképpen eredményesen folytatódik a következő 20-30 évben is. Azt is el kell mondanom, hogy a tudás, a tanulás, a nevelés oldalán is nagyon pozitív példa számunkra a Dél-Korea, hiszen ebben az országban nagyon jó eredményeket érnek el a diákok valamennyi szinten, valamennyi képzési formában, és amikor a következő 7 évvel kapcsolatos terveinket készítjük, a piaccal, szakmai szervezetekkel karöltve, akkor azt is megvizsgáltuk, hogy milyen mintaországok vannak előttünk, milyen mintapéldák állnak előttünk, és azt kell, hogy mondjam, ezen a téren is van, mint tanulunk Dél-Koreától. Ez a beruházás, ahogy említettem, kiváló példája annak, hogyan lehet és érdemes együttműködni, és reményeink szerintem az utolsó példája annak, hogy ilyen típusú intézmények jönnek létre Magyarországon, hiszen a kormány a következő 7 évre egy olyan infokommunikációs fejlesztési csomagot állított össze, amelynek eredményeképpen összességében több mint 350 milliárd forint kerül majd felhasználásra az ágazatban. Ez a 350 milliárd forint óriási pénz, ebből a pénzből szeretnénk elérni azt, hogy Magyarország valamennyi területe, valamennyi települése bekapcsolódhasson a digitális világba. Részben úgy, hogy ehhez oktatást, képzést biztosítunk, részben úgy, hogy megfelelő infrastruktúrát teremtünk. Ebben a folyamatban azt is szeretném kiemelni, hogy több mint 15 milliárd forintot költünk a célra, hogy a digitális írástudást, a digitális íráskészséget fejlesszük is. Remélem, hogy Fancskó nem arra utalt, amikor a százas létszám növekedéséről beszélt a 18-25 év közötti munkanélküliek kapcsán, hogy a munkanélküliség is tovább nő. Reményeink szerint ez radikálisan csökkenni fog a következő években és évtizedekben, hiszen az a célja ennek a fejlesztésnek, hogy a világ fejlett régióihoz csatlakozva Magyarországon is a gazdasági fejlődés, a gazdasági növekedés közel egyharmadát ez a szektor, ez az ágazat adja, ami elektronika, infokommunikáció, informatika és távközlés. Ez ma a legdinamikusabban növekvő iparág a világban, és ez az iparág az, ami Magyarországon is a legszebben növekedett az elmúlt években, köszönhetően a cég többek között Jászfényszoronban megtett beruházásainak is. Itt is szeretném elmondani és kiemelni azt, hogy a magyar kormány döntött arról, hogy idén megkezdi a 32-es út bővítését, átépítését, ennek köszönhetően a 60-i csomópont és a Jászfényszorói elágazás közötti szakasz teljes egészében megújul, megerősödik, ennek köszönhetően ez a jelenleg nem túl biztonságos és nem túl megfelelő minőségű útszakasz, útrész teljes körön átalakul és átépül. Ez is annak köszönhető, hogy fejlődik az ország, fejlődik a térség, és remélhetőleg ez a fajta fejlődés más településeken, más gazdasági régióban is érezhető növekedést és fejlődést jelent. Ahogy említettem, az informatika, az infokommunikáció a gazdaság egyik motorja. Magyarországon jelenleg már 150 ezeren dolgoznak ebben a szektorban, és ezt nagyon kevesen tudják, hogy ez az ágazat, ahol hatalmas a munkaerőészség. Jelenleg is több ezer olyan informatikust, fejlesztőt, üzemeltető mérnököt, informatikai biztonsági szakembert tudnánk azonnal alkalmazni, akár állami, akár piaci oldalon, akik ebben az ágazatban tanultak, nevelkedtek,
de egyelőre a magyar oktatási rendszer nem tudja azt a mennyiséget termelni, azt a mennyiséget biztosítani az iparág számára, amennyit egyébként az ágazat fel tudna szívni. Azért is örülünk nagyon ennek a beruházásnak, mert ennek köszönhetően fejlődik a vidék, ennek köszönhetően kapnak tudást már általános iskolás korukban a gyerekek, olyan biztos és alapos informatikai tudást, amelyen keresztül később mérnökké, szakemberré, szakképzett informatikussá válhatnak. Ehhez szeretnék ezúttal gratulálni, megköszönni mindenkinek az együttműködését, aki ebben a programban részt vett. Reményi meg kifejezni az iránt, hogy Magyarországon még számos ilyen beruházás valósul meg a következő időszakban. És nagyon szépen köszönöm. Thank you so much. Please enjoy this night.